Én Molnár Sarolta vagyok, a Magyar Nemzeti Tánc Együttes táncosa, és mint látjátok, éppen kezet mostam. És a kézmosásnak az alapjai, a kis csuklóforgatás, az most nagyon jól fog jönni nekünk, ugyanis minden táncosnak fontos, hogy kellőképpen be legyen melegítve, mielőtt valamihez nekifog. Mi most botolót fogunk tanulni, és ehhez van szükség a csukló bemelegítésre. Sziasztok! Én pedig Fekete Bence vagyok, szintén a Magyar Nemzeti Tánc Együttes táncosa szólistája, és ha már mindenki alaposan kezet mosott, akkor félig be is van melegítve a csuklónk, egy kis rásegítéssel már is hozzányúlhatunk az otthon található eszközökhöz, mint például egy sétapálca, vagy egy parfisnyél, vagy egy felmosónak a rúdja, amit letekerünk a felmosó fejről, az is tökéletesen megteszi. Nekem éppen van itthon egy kis botocskám, amit persze nem én vágtam, úgy kaptam. Tehát, lássunk is neki az első gyakorlatnak. A nehezebb fele a botnak, ha már bot van nálunk, fölfelé néz. Tartjuk egyenesen a markunkba, jó erősen szorítjuk, amennyire csak tudjuk, hogy forgatás közben ki ne essen a kezünkbe. És szép lassan elkezdjük a kézmosás alatt már majdnem elsajátított mozdulatot csinálni folyamatosan. És befele, kifele, befele, kifele. Amint ezzel megvannak, átveszünk bal kézbe, és úgy is gyakoroljuk. Hiszen a bal kéz ügyesedésével a bal oldalon végzett feladatokkal a jobb oldal ügyesedik. Állítólag nem tudom, én is csak hallottam. Ez is megvolna. Következő, ez volt a támadó botforgatás, most a védekező következik. Megfordítjuk a botot, alulra kerül a nehezebbik vége, és a bal vállunk felé elindítjuk szép lassan, és a másik oldal. Elindítjuk, és amint megvan, szépen begyorsítjuk. Az is fontos lehet, hogy minél közelebb van a bot a kezünk a fejünkhöz, a bot annál kisebb eséllyel talál el minket a fejünkön. És most ugyanez bal kézzel. Nehéz rész lefelé, és már mehet is. Bal kézzel. Azaz. Nagyon jó. Na, már is van négyféle forgatásunk, ha egybe vesszük a jobb és bal kéz mozgását. Most jön a nehezebbik. Nehéz rész fölülre kerül, tartjuk a botot. Jobb kézből bal kézbe fogjuk folyamatosan átvenni a botot, úgyhogy lefelé fordítom, jobb oldal irányba megforgatom, átveszem a botot a másik kezembe, és tovább fordítom. Miután majdnem kicsavarodott az egész könyökön, átveszem, és folytatom ugyanazt a mozgást, amit előtte. És ezt is szépen be lehet gyorsítani. Ahogy én tanultam, azt mondta Zsurászki Zoltán mesterem, hogy ha nagyon unatkozok, minimum, hogy gyakorlom azt, hogy százat forgatok. Befelé, jobb kézzel. 1, 2, 3, 4, 5, és így tovább. Aztán bal kézzel. Ugyanúgy. 1, 2, 3, 4, 5. És aztán jobb kézzel a védekezőt, szintén százat. 1, 2. Nagyon kellemes időtöltés lehet. Aztán bal kézzel. Ugyanez 100. Aztán a párosból. Szintén 100. Ezt lehet másodpercben mérni is akár. És ezzel meg is van a gyakorlatunk. Most bekapcsolom a zenét még egyszer. Kimegyek a kamerából és egy picit táncolunk Sacival. Én addig gyakorlok. Ez még nem annyira megy. Azaz, valahol mindig el kell kezdeni. És az eddig látott videókból használt figurákat bármikor hozzátehetjük a botforgatáshoz. Vigyázzatok magatokra, és maradjatok otthon! Sziasztok! Sziasztok!